Kispesten születtem, Vekerle, nem is telepen, Vekerle kertváros részben cseperedtem föl. Ennek az egész városrésznek szerintem a legfontosabb tulajdonsága az volt, hogy minden lakáshoz, minden otthonhoz tartozott egy kis kertecske. Kint az utcán pedig mászható, gyönyörű bogyófák voltak. Egy életre meghatározta kötődésemet ez a gyerekkor a fákhoz, a növényekhez. És hát természetesen a telepnek minden háza az magas tetős volt. Kós Károly tervezte a központját. Ennél jobb gyerekkori helyszínt nem is tudok nagyon elképzelni. Tizenöt éves koromtól kezdődően minden nyáron építőiparban dolgoztam segédmunkásként. Már gimnazista koromban szabad egyetemre jártam, rajzoltam, és hát így kerültem 1958-ban a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol rögtön fölvettek. Akit mesteremnek tartok, pedig nem is dolgoztunk együtt. A Szrók György építész volt, aki már a egyetemi habilitációmnak a bíráló bizottságában volt bent, és arról a kérdésről, hogy van-e magyar építész. Fantasztikus, jó nagyot vitatkoztunk, és utána én a saját előadásaimra rendszeresen meghívtam Gyuri bácsit. A mester, a tanár, a jó tanár, az a tanítványnak a gondolkozás módját képes jó értelemben nem is irányítani, inspirálni. Bogány Frigyestől, amit megtanultunk, nem is tanultuk egyszerűen, érzékeltünk a hivatásnak a szeretetét, az építészet iránti alázatos elkötelezettséget. Pelikán professzortól, vagy Gábor László professzortól, pedig a racionális gondolkozásmódot. A Műegyetemen 2002-ben sikerült egy rövid kurzus előzmény után az önálló építőművészeti doktori iskolát akkreditáltatni. A szabad művészetek doktora címet itt lehet elnyerni. Az a célja, hogy a magyar felsőfokú építészképzésnek utánpótlás neveljen. Az építészet megint a művészetek nagy családjának a része lett. A környezetemben nagyon sok öreg épület is volt. Természetes volt, hogy az Országos Műemléki Felügyelőséghez szerettem volna menni. Abban az időben erre nagyon kevés esély volt, mert kijelölt helyekre kellett menni az egyetem után. Egy véletlen folytán kerültem az Országos Műemléki Felügyelőséghez. Hát ez abban az időben egy fantasztikus társaság volt. Ott Szedmajer Hanzi, ő mellette kezdtem el dolgozni, Erdei Feri,
ezekkel egy szobában voltam, de hát éltek a nagy öregek, Encz, Gerő, Bercsényi, akiket a mai napig halálok után nem tudtuk pótolni. A visegrádi Salamon torony vizuális boltozat rekonstrukciója volt, amit Szedmajer Hanzi munkatársaként szerkesztettem meg. Minden élő város, minden élő település a házaival, fáival, utcáival, tereivel az ott élő ember számára a világ legfontosabb műemléke. Tulajdonképpen ez a fogalom, hogy műemléke, számomra nincs is. Mert ha azt mondom, hogy minden jó épület műemlék, őrizendő, akkor nem túlzok. Ha valaki épít egy jó házat, az potenciálisan műemléket épít, és furcsa dolog lesz, amit mondok, én nem különböztetném meg a műemlékes építészt az egyéb építésztől. Itt egyszerűen arról van szó, hogy az építészek jó ízlésűek, vagy pedig sem. Váratlanul kaptam egy meghívást. Egyetemi oktatóim javasoltak egy kecskeméti építészmérnök kollégának, aki Kecskemétre keresett építészmérnököt, hogy keressen meg engem. Az önálló munka reményében nekivágtam a nagyvilágnak. 64. március 1-én így kerültem ehhez a céghez. Egy nagyon szép, romantikus épületre kellett volna emeletet ráépítenem, a kordifattyának megfelelően, én pedig életem első fegyelmie árán ezt meg tudtam akadályozni. Mai napig büszke vagyok rá, hogy antiépítészettel kezdtem, ha úgy tetszik, a pályafutásomat. Nem engedtem egy nagyon szép kis épületet tönkretenni. Hályok Kovácsként kezdtük el, de jó 10 évvel megerőztük Európát és a világot. 60-as évek közepétől indul el ez a folyamat, amit később neveznek rehabilitációnak, revitalizációnak, regenerációnak, sőt Amerikában recyclingnek. Ez ott Kecskeméten született meg, és ezen járok ma is. Most már idestova több mint 40 éve. Kecskeméten csodálatos főteret találtam. Ez nem is egyetlen egy tér, térbokroknak a füzére. Számomra az egyik legszebb magyar tér, zárt tér, mint a nyugat-európai terek, de ugyanakkor a tágassága szinte a keleti építészetre utal, mint ahogy Kecskemét úgy érzem a keletnek és nyugatnak egy nagyon fontos találkozási pontja. Az én számomra olyan, mint a magyar Tigris és Eufrátesz, a Duna és Tisza köze. Talán a magyar kultúrának a legősibb emlékeit is itt lehet megtalálni. Tulajdonképpen a szegénység adta azt a gondolatot, hogy próbáljuk meghasználni azokat az épületeket, amelyek talán ma is hasznosíthatók. Kecskeméti főtéren a Magyarországon valamennyi számottevő vallási felekezet temploma egyetlen egy főtéren található. Ez nem egyszerűen esztétikailag szép, hanem egy város demokráciájának a bizonyítéka. Bármelyik felekezetnek a templomát én elpusztítom, elbontom a tornyát, nem egyszerűen kártékony vagyok, hanem történelmet hamisítok.
Kecskeméti volt zsinagóga épülete ezen a főtéren, ez volt, ami ott pusztult, ázott be, és akkor volt egy olyan nagy építkezési elképzelés, hogy a tudomány és technika házát azt valamilyen új szép betonépületben valósítsák meg. És jó magam pedig egyszerűen készítettem egy hasznosítási tervet erre az épületre. Az építőipari vállalatnak a vezetője az, aki azt a szakvéleményt adta korábban, hogy itt újat kell építeni, hagyta magát meggyőzni. Ezt az épületet sikerült megmenteni. Zsinagóga újrahasznosításának a tanúsága az volt, hogy az emberek milyen boldogan fogadták, hogy végül egy öreg háza helyén marad. A házakban a valamikori építő, majd használó ember történelme láthatóan, tapinthatóan megjelenik. Én történelmet pusztítok, hogyha rosszul döntök és értékes házat pusztítok el. A valamikori ferences kolostor épületében a borforgalmi vállalat irodaháza volt, nagy hirtelen kellett kitalálni, hogy elhelyezhető-e ebbe a Kodály módszert oktató intézményeknek a központja. A vidék első sétáló utcáját is ki lehetett alakítani, és ha megáll az ember a folyosóján és kinéz, az udvar közepén van egy csodálatos fa. A burkolat, az a kecskeméti udvarokban szokásos, egyszerű, téglaburkolatú udvar. A kerengő folyosón belül vakolat, meszelés, egyszerű kőburkolat, és mégis világszínvonal térhatásában. Szóval ezt a felfoghatatlan egyszerűséget kellene újra megtanulnunk. Ez volna az igazi korszerű építészet. Én úgy tervezek, ahogy más naplót ér. Ez a soha meg nem írandó naplónak az oldalain, a technikaháza, a Kodályintézet, mindenhol egy-egy lap, ahol folytatja az ember a saját történelmét. Az énekzeneiskola esetében, ahol ilyen furcsa ablakok vannak, bevallom, hogy ott semmilyen építészeti irányzat nem befolyásolt. Egyszerűen én iskolában mindig olyan tanterembe szerettem volna ülni, ahol mint egy repülőgépnek az órán én kilátok. És ezért csináltam ilyen furcsa nyolcszögletű ablakot. A gyerekek imádták ezt az ablakot, soha nem stílusban tervezek. Az építészet azért egy gyönyörűséges hivatás, mivel annak egyik oldala óhatatlanul tudomány, közgazdaság, míg a másik oldala a művészetek, a pszichológia, a képzőművészetek szférájába tartozik. Az építésznek nem csak a festő kétdimenziós látásmódját, vagy a szobrásznak a tömegalakításban a háromdimenziós eszköztárát kell ismernie, de hát ami az építészet lényege, a téralkotás az, ami minden mástól megkülönbözteti. Volt egy pusztuló ház, az úgynevezett bánóház, vagy gólyásház, egy 18. századi parasztpolgárház, hogy akkor mentsük meg azt is, és Moldován Domokos a naív festmények múzeumának az alapgyűjteményét odaadományozta Kecskemétnek. A legtöbbet azért kellett küzdeni, hogy a régi magas Kecskemétre jellemző kerítésfalak török idejéből származott, hogy ne lehessen az udvara belátni, azt újra helyreállítsuk, hogy az tényleg a városközpontban egy intim tér legyen. A jó épület az inspirálja a következőt, mert amikor helyet kerestünk,
a játékháznak. Egy iskolai tanterem állából valósulhatott meg, aminek a lényege az volt, hogy ott a gyerekek ne csak nézegessék a játékokat, hanem játékot készítsenek, a játékokat kitalálják. Emellett nem csak a régi házakat mentettük Kecskeméten, újakat is építettünk, a helyre jellemző újakat. Hát ilyen volt a kerámia stúdió. Meg lehetett közvetlenül a központhoz kapcsolódó úgynevezett homokdombi részt tartani. Talán az egyetlen egy olyan nagyváros Magyarországon, ahol a földszintes beépítés benyomul a városközpontba, ahol az értékes házakat meg lehetett menteni, és az átépítésnél ugyancsak megint a földszintes beépítést kellett követni. Picasso mondta azt, hogy ha neked 5 eszközöd van, akkor dolgozzál 3-mal, mindig kevesebbel. De azt a 3-at azt tökéletesen alkalmazd. Ha 10 van, akkor ne legyen több 5-nél. Na most ezt tanulhatjuk meg a népi építészettől, nem a formavilágot, hanem ezt a fajta puritánságot. A népi építészet és a volt ferences kolostor között alig van különbség. A népi építészetnek a szellemiségét kell megtanulnunk, az egyszerűségét. Bizonyos vonatkozásban sokkal nehezebb az Alföldön építkezni, mint a hegyvidéken. Az Alföldön, a síkságon nem lehet mellé beszélni, nem lehet játszani a domborzatokkal, egyet lehet csinálni. Nagyon-nagyon kell ismerni a pusztának, még a pici szemmel észre sem vehető domborulatait. Gondoljunk a tanyára. A tanyák azok soha nem belvizesek, minden műszer nélkül is a legmagasabb pontra helyezték. Előttük volt az úsztató, és mindig körülvették a tanyákat is fákkal, hogy a széltől óvják a tanyát. Bogac puszta újra élesztésére nyertem egy pályázatot, és ez alapján végül a Pásztor Múzeum. A vasbetontartó szerkezet mellett ott használtam a náttetőt is, mert az a legkorszerűbb anyag az Alföldön. Cegléden a város végén a temetővel szemben egy kis zártsorú beépítésben egy rogyadozó imaház helyett kellett erre a telekre egy templomot terveznem. 80-as évek eleje. A probléma az volt, hogy a politika kijelentette, hogy itt ebbe a megyébe, ez egy ateista megye, itt nem épült templom. Ezért utólag hálás vagyok, ugyanis időt csak az ellenségeitől nyer az ember tervezési időt. Itt ez az idő adott lehetőséget arra, hogy megkérdeztem Gyula atyát, a templomnak a gazdáját, hogy mi a nagyboldogasszonynak, magyarok nagyasszonyának a szimbóluma. És elmondta, hogy az ágasfa és a koszorú. Hogyan lehet valahogy a koszorú térben kifejezni? Több év után egy vasárnap délelőtt jutott eszembe, hogy ahogy a koszorúnak a levelei egymásra hajlanak, valahogy úgy kellene ezt az egészet csinálni. Létrejött egy különleges centrális térforma, akkor már minden egyszerű volt. Utána többek között a Tadao Andóval és a Skidmore Owen Merrill céggel együtt nyertem Washingtonba ezzel a ceglédi templommal nemzetközi díjat, és Cegléd volt a címlapon, de ebbe benne volt körülbelül 10 év munkája. Zsidei Gyula bácsi, a ceglédi templom építője mondta, hogy 2 erdélyi pap vendége volt, és ők mondták a ceglédi templomra, hogy ez egy kinyilatkoztatás.
komplex környezettervezéshez is hozzátartozik a színházi játéktér tervezése. Nem véletlenül, hogy díszlettervezők között nagyon sok kiváló építészt találunk. Amikor én építész vagyok, téglával, betonnal, kővel, stb. Építkezem, tehát egy teret most a jelenben létrehozok, megpróbálom elképzelni, hogy mi történik abban a játéktérben, amit én most terveztem. Pont fordított a helyzet a díszlettervezésben, ott a díszlettervezésnél ismerek egy történetet, ami valamikor már megtörtént, de nem ismerem azt a környezetet, amiben az törvényszerűen meg kellett, hogy történjen, míg az egyik esetben én egy cselekményt próbálok kitalálni, a másik esetben egy teret próbálok rekonstruálni. Egy darabnál úgynevezett állítópróba van, amikor lécből, zsinórból, vászonból, lemezből tulajdonképpen a vázát fölépítik. És én a színházba tanultam meg, hogy 10 centivel magasabb az egy hodály, 10 centivel alacsonyabb az egy nyomott tér. És pontosan építészetben is mindig azt kellene eltalálnunk, ami a tökéletes. Úgy kellene építenünk, hogy sem bánatot, sem nosztalgiát ne ébresszünk az emberekben a múlt iránt. Vagyis ne bontsunk feleslegesen, az értékeinket őrizzük meg, az újat mindig a helyi kultúrájára építsük. A kultúra az mindig egy adott korban egy nemzetnek, egy országnak a világ szellemi és anyagi valóságáról alkotott víziója.